A Diósberényi Napraforgó óvoda műsora köszöntötte a Berény nevű települések találkozójára érkezett delegációkat, akik 1996 óta minden évben máshol tartják összejövetelüket, idén a Tolna megyei település volt a vendéglátó. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, jó közösség formáló eseménynek tartja a lassan már 3 évtizede zajló rendezvényt. Jó látni azt, hogy a járvány elültével most már újra meg lehet szervezni a falunapokat, fesztiválokat, találkozókat, így például a Berény találkozót is. Diósberény most a házigazda, az országból 12 helyről jöttek még berények, berényiek, és az ország minden tájáról egyébként, Nyugat-Magyarország, Somogy, illetve Észak-Kelet-Magyarországról, és egy napot együtt töltenek el. Ezek között vannak nagy települések és kisebbek egyaránt. A legkisebbről akár az egész falu eljöhetett volna, ez Iklan-Berény, hiszen 40-en lakják azt a települést, 80 itt is vannak közülük. A cél az, hogy jól érezzék magukat az emberek, ez is egyfajta közösségépítés, a Berény települések közösségének az építése, és bemutatják mindazokat az értékeket, melyek elők rendelkeznek. Ez a fajta összekapcsolódás a települések között nem egyedi. Tolna megyében több helység is van, akik hasonló kapcsolatokat ápolnak, mint a Berény nevű települések is. Vannak hasonló rendezvények, például a nánáknak a találkozója. Csak 2 nána az én körzetemben is van, alsó nána és felső nána. Felvidéken is van egy nána, amit most így hirtelen tudok, ezt a 3 nánát, de többen vannak ők is nyilván. Aztán az apáti találkozó, Bátor apáti szokta megrendezni, illetve ők is mennek az apáti települések találkozójára, ami így hirtelen eszembe jut. De kakasdiak is mindig meghívják a székely kakasdiakat Székelyföldre. Helyi óvodások német tudásukat is megmutatták a településre érkezett delegációknak, hiszen az összejövetel célja egy jó hangulatban, közösen eltöltött nap, ahol megmutathatják egymásnak településeik értékeit. A Berény nevű települések között a kapcsolat nem csak az év egy napjára szól, ezek a találkozások viszont arra is rámutatnak a házigazdák számára, hogy településük a fejlődés útján jó irányba halad-e. A turistaként érkezett vendégek visszajelzései sok mindent elárulnak, tudtuk meg Diósberény polgármesterétől. Elsősorban egy kulturális rendezvény, kultúrcsoportok lépnek fel egymás településén. Másrészt meg ugye mivel mindig egy vántor színpad jelleget ölt az egész, a településre látogatók megismerik a másik településnek a mindennapi életét, gondjait, bajait, és az a furcsa az egészben, hogy ha bármerre megyünk az ország területén, tehát nagyon szerteágazó földrajzi térségek vannak ezek a berények, de tulajdonképpen mindenhol ugyanaz a gond és baj, és ugyanaz a jó is. Tehát nagyon hasonlóak vagyunk, és mégis különbözőek, és teljesen mindegy, hogy egy kicsi falu, vagy egy nagy város. Tehát ennek elég érdekes ez így az egész, mert az ember azt hinné, hogy mondjuk egy Mezőberénynek, vagy egy Balatonberénynek egész más gondjai vannak, de nem. Tulajdonképpen ugyanazok. És mivel nagyon régóta tart ez a találkozók sorozata, most azért már kialakultak olyan emberi kapcsolatok is, ami azért túlmutat egy ilyen hivatalos, úgymond szerveződésen. A településeket a Berények Szövetsége Egyesület fogja össze, amelyen keresztül segítséget is nyújtanak egymás számára. A diósberényiek örömmel vállalták idén a házigazda szerepét. Megpróbáltunk úgy felkészülni, ahogy tudtunk, tehát a lehetőségeinkhez képest azért szerintem megoldottuk. Elsősorban a helyi intézményeinket mutatjuk be ilyenkor. Tehát van tényleg egy helyi ordnánk, akik most szerepelnek éppen, van egy idős klubunk, és most újítottunk fel egy német tájházat, ami 90%-os készültségben, de ezt is meg tudtuk mutatni. Tehát nagyjából ennyi. Az ide látogatók egyébként délután azzal töltötték az időt, hogy körbesétáltak a falun, megmutattak ezeket az intézményeket, és én szerintem ezzel jól is érzik magukat, meg délután van ez a kultúrműsor, egy ebéd, és nagyjából erről szól ez a nap. Beszélgetésekről, találkozásokról. Ilyenkor mindig az a furcsa, hogy amikor tényleg nagyon messziről is jöttek, több száz kilométerről is jöttek ide emberek, és mindenki el van
ájul ettől a környéktől, tehát a Tolna megye, Tolnai hegy hát, tehát az a dombság azért ez sok embert megfog, és mi ezt itt helyben meg nem érezzük, tehát nekünk ez tök természetes, hogy itt szép dombok vannak, erdők vannak, jó a szép levegő. Igazából ilyenkor ébredünk rá, hogy amikor mások mondják ugyanezt, hogy ez egy jó hely. És akkor ilyenkor egy kicsit azért lelkesedünk, hogy hát akkor van is valami lehetőség benne. A település apró ajándékkal is készült a Berény nevet viselő önkormányzatok számára. Az esemény alkalmával a következő évi összejövetel szervezési feladatát Diós Berény polgármestere átadta a vándorzászlóval együtt Vörös Berény alpolgármestere számára, aki az ötletgazdája volt az 1996-ban életre hívott találkozónak. Egy ebéd kapcsán 1995-ben beszélgettünk, akkor rendezték meg előtte évbe a Szent Istvánok találkozóját, Király Szent István, Szent Király Szabadja, és onnan merült az ötlet, hogy hoppát, itt van Berény, hát mennyi Berény van az országban, és akkor így elkezdtük keresgélni a Berényeket, a Tudományos Akadémiát is kértünk állásfoglalást, és 13 Berényt találtunk meg végül is. Diós Berény pont az első között nem volt még ott, ez 1996-ban történt, az első Berények találkozó, május 25-én, 26-án, kétnapos volt, 2010 körül létrejött a Berények Berény utónevű Települések Szövetsége, Egyesület, és az még szorosabban kapcsolatunk később. Pályázati lehetőségek miatt ez nem utolsó dolog, a szervezet formában is megjelenik a Berény települések. Iklan Berényben, amikor voltunk a 2000-es évek elején, akkor csatlakozott be hozzánk Diós Berény is, és akkor azóta lelkes tagjaként olyan a falu vezetése, hogy minden évben részt vesznek is. Itt a példa, hogy már második alkalommal vagyunk itt Diós Berényben nagy örömmel. Persze, a színpadi műsorok sorát a vendégek produkciói is gyarapították. A jó hangulatú rendezvény jövőre Vörösberényben folytatódik, ahol természetesen Diós Berény is képviselteti majd magát.